Most mécsesek és virágok borítják azt az ablakpárkányt, melyen bukta árult a csokrait több mint 30 éven át. Jandó László halálhíréről a Pécset élők gyorsan tudomást szereztek, az online közösségi felületek megteltek a fotóival. Csak sétálgattunk, mentünk át a zebrán, és mindig utánunk kiabált, hogy éppen zöld a lámpa, mehetsz. Meg köszöntünk neki, mindig itt laktam nem messze egy kollégiumban, és nagyon kedves úriember volt. Ha szomorú voltam, mindig eljöttem erre felül, mert ő mindig kedves volt. És akkor, nem tudom, két perc, még annyi se két szó, és akkor olyan nyugodtan mentem tovább. Virágot vásárolt tőle? Igen, igen. Amikor tehettem, akkor mindig vettem tőle egy csokor virágot is. Nem tudtam beszélgetni, hogy nem jól beszélek magyarul. De minden, ha én sétáltam ide, beszéltem mindig szia, vagy szép napot kívánok. Az nagyon, nagyon kedves volt. Tiszteletüket fejezik ki a járókelők a mindig kedves és mosolygós virágárus állandó helyénél. Lábnyomát is felfestették pár évvel ezelőtt az ikonikussá vált pécsi alaknak.